plázában csak mozognak az emberek. Értem? Tehát azt, ezt vettem észre, hogy az élelmiszerboltban is egy kicsit vannak, amikor úgy, hogy hétkor bezár az üzlet, akkor egy kicsit hét előtt meg is sokan vannak. Sokan vannak, mert légkondi van eleve. Mert mindenki lehúzza az órára, mert különben egyébként is megdöntött a légkondi miatt. Szóval mindenki csal a maszkal. Jó, én nyugdíjas vagyok, én meg tudom csinálni, hogy elmenjek 11-kor vagy délben, mint korábban volt. Hát nem, ez a szigorítás kell. Mindenkinek az érdekében egyet értek vele. Bemegyek maszkkal és vásárolok. Kijövök kész. Hát, amit lehet, az ember megteszi. Az a véleményem sajnos, hogy kivéthetetlen, mert a zsemlét meg a kenyeret úgyse tudom kész fertőtleníteni. Meg a előre felszületett, felvágottak, szóval én ezt tartom a legveszélyesebb helynek. Ott is az, hogy a pénztárnál van olyankor, hogy nem tartják be ott szintén a másfél méter távolságot, a pénztárnál főleg. Mondom, ez csúcsidőben van inkább. A maszkot állandóan viselem, ha van lehetőség, akkor a kezemet fertőtlenítem. De ez nem mindegyik boltban, nem tudom, hogy van-e mindegyik boltban, vagy nem. Igyekszem, általában most már vannak kitéve fertőtlenítés, tehát utána fertőtlenítem a kezemet minden esetben. Bevásárlóközpontok, színházak, mozik, hát ahol nagy a tömeg. Bemegyek a közérbe, be se engednek, ha nem használom rendesen a maszkot, így van.